Good to see all of you here. Nagyon örül, hogy mindannyiunkkal találkozik most. Whatever the topic is, but to be present is important. Bármi is legyen a téma, ez tulajdonképpen másodlagos, az a lényeg, hogy most itt vagyunk, jelen vagyunk. We learn from many things. Nagyon sok dologból lehet tanulni. We face a lot of things. Nagyon sok dologgal szembenézünk. And we think about future in a different way. És a jövőről egyfajta vagy más szemszögből jövőről más szemszögből gondolkodunk. But within this, what we do, the important factor is the power within the soul. And today's topic is called soul to soul. Tehát bármit is legyen bármit is tegyünk, a legfontosabb a léleknek az ereje, hogy ennek a mai előadásnak a témája lélektől lélekig. In order to use what we have, what kind of power we have, I must understand what is it that I am. Tehát ahhoz, hogy tudjuk használni ezt az erőt, ami ott van bennünk, először is meg kell értenünk, hogy kik vagyunk. If I were to ask all of you your name, you would immediately say, my name is this. Hogyha megkérdezné bármelyikünket, hogy hívnak, akkor rögtön válaszolnánk. No resistance. Nincsen semmilyen ellenállás, hogy nem mondjuk a nevünket. No forgetfulness. Nem felejtjük el, hogy hívnak minket. If I were to ask your address, you would say, yes, I live at this address. Vagy ha megkérdezné bárkinek a címét, hogy hol lakik, rögtön megadnánk a választ. If I were to ask you what's your phone, you would say, yeah, this is my phone. Vagy ha megkérdezné a telefonszámot, rögtön válaszolnánk. You say, this is my phone number. Ez az én telefonszámom. So within us, we have the power. Bennünk van egy erő. Just as I'm easily able to give my name and form, address easily, I should able, or should be able to look at my own power within myself. Ugyanúgy, ahogy képesek vagyunk nagyon könnyedén megadni a nevünket, a címünket, a telefonszámunkat, hasonlóképpen könnyedén fel kellene ismernünk az erőt, ami ott van bennünk. And when I recognize this power, then I'm able to use it when there's need to use it. És amikor képesek vagyunk felismerni az erőt, ami ott van bennünk, akkor tudjuk használni a megfelelő időben. We have to learn how to use it and when to use it. Meg kell tanulnunk, hogy hogyan használjuk ezt az erőt, és mikor használjuk. Because it is important, at the time of need, I should be able to use the power at the right time. Mert nagyon lényeges, szükséges, hogy az erőt, ami ott van bennünk, a megfelelő időben tudjuk használni. And this is where I will make the judgment, I will make the decision, no? And not falter away from it. És ez alapján hozzuk meg az ítéleteinket, döntünk dolgokból, és nincs hezitálás. So this initial power is the awareness, the consciousness that I am within myself. Ez az első erő, ez nem más, mint a tudatosságnak az ereje, ami ott van bennünk. And sometimes I feel strong. Néha erősnek érezzük magunkat. Sometimes I feel weak. Néha gyengének. And sometimes I don't have the energy to think about. Néha nincs energiánk arra, hogy gondolkozzunk. Sometimes I'm confused. Néha zavarodottak vagyunk. Because there is a lack of using the power. Mert hiányzik ennek az erőnek a használata. The more we control the power, the more I become strong. The more I become stable. Minél jobban vagyunk képesek kontrollálni ezt az erőt, annál stabilabbá válunk. The energy I created that moment works wonderful. És ez az energia, amit megteremtünk ezáltal, csodákra képes. If I'm not using the energy the right way, then I will become weak. De hogyha ezt az energiát nem használjuk a megfelelő módon, akkor gyengékké válunk. Then I will think more of weakness rather than strongness. És ebben a helyzetekben sokkal inkább a gyengeségeinken gondolkodunk, mint az erősségeinken. So the things that I need to pay attention is within myself, not outside. Tehát ezért, amire figyelni kell, vagy amin gondolkodni kell, hogy mi az, ami bennünk van, nem pedig az, ami a külvilágban van. So learn to look at this inside yourself, no?
meg kell tanulnunk befele nézni, megvizsgálni önmagunkat. Ask yourself this question, how much do I look into myself? Kérdezzétek meg, tegyétek fel önmagatoknak azt a kérdést, mennyire vizsgálom, mennyire nézem meg önmagamat. I pay a lot of attention listening and seeing everything outside. Mert nagyon sok időt és energiát töltünk azzal, hogy a külvilágot nézzük és azt érzékeljük. How much do I pay attention inside, na? De mennyi időt szánunk arra, hogy a belső világunkkal foglalkozzunk? Just as we, how much we pay attention to look after our body, na? Ugyanúgy, ahogy gondoskodunk a testünkről, energiát szánunk arra, hogy gondoskodjunk. You need to do whatever you do, na? Megtesszük, amit szükséges megtennünk. We play, we sleep, we eat, we do a lot of things for the body, physically. Alszunk, eszünk, sok dolgot megteszünk a testünkért. What about the internal energy of the soul? What do I do about that? De mi van a lélek, tehát a belső energiával, a lélek belső energiájával? Azért mit teszünk? We decorate ourselves externally very much, no? Nagyon jól feldíszítjük önmagunkat, külsőleg. We don't lose time in there, do we? Ebben nem veszítünk időt, ugye? Tehát nem sajnáljuk erre az időt. We all look at in the mirror every day, na? Minden nap belenézünk a tükörbe is, ugye? And look, you look at yourself and say, yes, I look beautiful, I look good. És azt mondjuk, hogy igen, jaj, nagyon szépen nézek, olyan szép vagyok. If something was wrong with your hair, what do you do? És hogyha valami nem stimmel a hajunkkal, akkor mit teszünk? You get something and put it right, na? Ugye, valamit teszünk azért, feel content and happy, yes? És amikor a hajunk már rendben van, akkor elégedetnek érezzük önmagunkat. And you do a, begin to do your other activity. Hasonlóképpen ugye más, és elkezdjük a többi tevékenységünket. But you're looking at yourself, not at that moment. Abban a pillanatban önmagunkat nézzük. So what is the internal mirror? De mi a belső tükör? How much do you look at internally the mirror which you generate externally? Mennyire nézünk be a belső tükörbe, amit egyébként ugye a külső tükröt gyakran használjuk. So internal mirror within the soul has a lot of things, no, that you're not aware of. Mert ennek a belső tükörnek nagyon sok aspektusa van, aminek nem is vagyunk a tudatában. So my consciousness is a part of internal mirror. És ennek a belső tükörnek a része a tudatosság. And this awareness of internal mirror practicing will allow me to face anything externally. És amikor ennek a belső tükörnek ezt a részét, a tudatosságot gyakoroljuk, akkor készek vagyunk arra, hogy bármivel szembe tudjunk nézni. So would you have time to look inside or not? Van időnk, van mindenkinek ideje arra, hogy megvizsgálja önmagát, megnézze önmagát, tehát a belső tükröt. Yes or no? Igen vagy nem? Yes. You have? How much? Mennyi idő van erre? Mennyi? How much do you have to look inside, no? Mennyi idő egyébként, hogy megnézzük önmagunkat? You know, it's just like how we feed the body, we say, no, I like this, I want to eat this, no? Ugyanúgy, ahogy azt mondjuk egy ételre, hogy ezt meg akarjuk enni, mert ezzel akarjuk tápálni a testünket. You will cook and you will buy and then once you eat and you feel, yes, I've eaten. Ugye megvesszük a hozzávalókat, megfőzzük az ételt, megesszük. So what about my internal awareness, the consciousness that I create all the time? De mi van a belső tudatossággal, amit mindig megteremtünk? Because I am that energy that creates everything around me. Én vagyok az az energia, aki mindent megteremt önmagam körül. Although there are other things around me, but I feel protected by my own energy. Bár sok minden van körülöttünk, de mi élvezhetjük a saját energiánk védelmét. And this energy, if I'm able to use it, then I will feel differently inside. És hogyha ezt az energiát használjuk, akkor máshogy fogjuk érezni önmagunkat belülről is. So within this energy, how we create thoughts, how we make the judgment, and how whatever I'm doing, I want to put that into action. Tehát ebben ezzel az energiával hogyan teremtjük a gondolatokat, hogyan hozzuk meg a döntéseinket, hogyan ítélünk meg dolgokat.
So we pay a lot of attention externally, but internally, whatever I want to do, it generates internally first before it comes into action. Tehát mindaz, amit megteszünk a külsőleg, az először belül generálódik, megteremtjük az energiát, és az kívülről aztán megtörténik a cselekedet formájában. So it's like when we all go to shopping, na, supermarket, anything. First, we don't just go. First, the thought comes, na. Ugye amikor elmegyünk egy üzletbe, akkor nem csak elmegyünk az üzletbe, hanem előtte meg eldöntjük, hogy miért megyünk az üzletbe, mit akarunk vásárolni. And you say, no, I want to go this place because I know where to get it. And then that judgment is there, and you put it into action. Ugye először elhatározzuk, hogy melyik üzletbe akarunk elmenni, eldöntjük, hogy miért akarunk oda elmenni, és aztán azt a döntést a cselekedetekbe tesszük. So the seed of thought is planting the seed that I become form into whatever I want to do. Tehát ez a gondolati mag aztán megnyilvánul abban, amit tenni fogok. So thoughts are many different levels, na? A gondolatnak nagyon sok szintje lehet. Do you check when I look at myself in the mirror? I say, no, this is how I should look, na? I adjust to it. Internally, when you think that, oh, I have these thoughts, do you check the quality of your thoughts? Amikor megteremtjük a gondolatainkat, akkor ellenőrizzük azoknak a minőségét. Or you don't worry, or you don't bother, whatever thoughts you have. Vagy nem foglalkozunk azzal, hogy milyen minőségű gondolataink vannak. Sometimes. Néha igen. Thoughts are very seed of the everything that I do. Mert a gondolatok mindennek a magja, amit teszünk. And there are very different level of thoughts, no? Sok különböző szintű gondolat van. We create, soon as we wake up in the morning, no? The first thought you create. And then many other thoughts follow throughout the day. But do you know, do you think about why you have created that thought in the morning? Ugye amikor fölkelünk, akkor van egy gondolat, amit megteremtünk, amit persze nagyon sok egyéb gondolat is követ, de elgondolkodunk-e azon, hogy miért pont azzal a gondolattal ébredtünk fel? So, the thoughts are very much creating everything what I need to do, no? But there are so many thoughts. Tehát vannak gondolatok, amik összekapcsolódnak azzal, amit tennünk kell, de nagyon sok egyéb gondolatot is teremtünk. When we learn, when we pay attention, learn to create our thoughts, then I'll be able to pay attention to my consciousness and power that's coming out of it. Amikor figyelünk a gondolatainkra, akkor tudunk figyelni a tudatosságunkra, és a tudatosság fogja meghatározni, hogy milyen erőt generálunk. So how many thoughts you create in a day? Mennyi gondolatot teremtünk egy nap folyamán? 40,000. 40,000? About? Körülbelül. So out of 40, which one you think you should have created and which, how many you think you didn't need to create? Tehát ebből a 40,000-ből mennyi volt az, amit jó volt, hogy megteremtettünk, és mennyi volt az, amit nem jó, hogy megteremtettünk. So thoughts are very important in that aspect, no? There are positive thoughts, negative thoughts, no? Pure thought, elevated thought, but most of the time we are not aware is a wasteful thoughts. Ugye a gondolatoknak nagyon nagy jelentősége van, vannak pozitív, negatív gondolatok, tiszta és emelkedett gondolatok, de nagyon-nagyon sokszor haszontalan, felesleges gondolatokat teremtünk. Because in wasteful thought there's no benefit. Egy felesleges, haszontalan gondolatnak nincs haszna. Although energy is being used, but it's not the energy that I want to keep it the balance, I want to keep that energy powerful, no? No. The more waste thought we create, the more energy is from losing myself. Minél több felesleges, haszontalan gondolatot teremtünk, annál több erőt, energiát veszítünk. Just like we eat the food that we need, we don't eat excessively, but the food I need, I eat. Yeah? If I learn to control my thoughts, then I'll be able to assess the situation.
hogyha képesek vagyunk kontrollálni a gondolatainkat, akkor tudunk alkalmazkodni a szituációhoz jól. So, in order to use my thought in such a way, I accumulate the power. És ahhoz, hogy jól tudjuk használni a gondolatokat, fel kell halmozni az erőt. So you be able to put a brake to thought which you don't need. És ezzel az erővel vagyunk képesek behúzni a féket ott, ahol szükségtelen gondolatot teremtődnek. This is where the power comes from you, so that you are able to make that decision when and how to use that power. Tehát ez az az erő, amivel meg tudjuk tenni azt, hogy eldöntjük, hogy mikor és hogyan akarjuk használni ezt a szellemi erőt. So awareness of having this power, then you having that balance in you. So no matter what kind of situation is coming, I'll be able to see it. Tehát nem számít ezzel az erővel, nem számít ez a szellemi erővel, nem számít, hogy milyen szituációval kell szembenéznünk, jól fogjuk tudni kezelni a helyzetet. And the power I have, I'm able to use in many different ways. Tehát ezt az erőt sok különböző módon tudjuk használni. Just as we see how power of electric is used, how the solar powers is used, the power of sound is used, many different ways physically, but spiritually, I am the controller, I am the master of the things that I have. Ahogy különböző erőforrások vagy energiaforrások vannak, én vagyok hasonlóképpen, én vagyok ennek a szellemi energiának vagy erőnek a mestere. Being the master means I'm able to use the power when I need it. Mesternek lenni azt jelenti, hogy azt az erőt akkor használom, amikor én akarom. It's like when you're looking after a project or when you're looking after other thing, there are people who are working under you, no? And when you want them to work under you, you tell them, no? And they're there. Ez ugyanolyan, mint egy fizikai munkában, vagy egy projektben, amikor valaki alattunk dolgozik, és megmondjuk, hogy azoknak az embereknek mit, mikor kell csinálniuk, és ők ezt megteszik. So when I order the power that I have, then that becomes into action. No? Otherwise, other things will come in front of me, and I will become weak. Tehát, hogyha rendelkezem ezzel a szellemi erővel, akkor tudom irányítani ezt az erőt, hogy hogyan és mikor működjön, mert különben bármilyen szituáció felmerül, és nem tudom kontrollálni ezt az erőt, és gyengébbé válok. So learning to assess in situation is so important, no? Ezért megtanulni, alkalmazkodni, igazodni a helyzethez, a szituációhoz, ez nagyon lényeges. How many situations you come across throughout the day that you have to assess? Hány olyan szituáció van a nap folyamán, amihez alkalmazkodni kell? Just not for today, for example. You might have had situation yesterday, but you weren't able to assess, no? But you say in next 2 days, you might have a situation, no? How will you assess it? Tehát lehet, hogy tegnap nem voltunk képesek egy bizonyos helyzethez alkalmazkodni, de majd a következő napokban hogyan fogunk alkalmazkodni a különböző szituációkhoz. So this is where the power to control and the power ruling means internally you are able to control everything. Tehát ezért lényeges ez a két erő, ez a szellemi erő, az ellenőrző erő és az uralkodó erő vagy irányító erő, hogy alkalmazkodni tudjunk a különböző helyzetekhez. So we are able to have all different types of power, but I must be able to use them whenever I need it. Különböző erőknek lehetünk a birtokában, de az is fontos, hogy ezeket a megfelelő időben tudjuk használni. Because when situation happens, you ask, you question yourself, no? Mert amikor a szituáció felmerül, akkor néha megkérdőjelezzük önmagunkat. And you have something wish that you wanted to happen, no? You say, I wish that, I hope that this was happen in this way, everything you looked into it, no? Mert ha valami történik, akkor azt mondjuk, hogy jaj, de jó lenne, ha ez itt történne, vagy úgy történne. And sometimes you had wished for this to happen, but it doesn't happen, it happened differently, no? And then you ask questions again, no? Why did it happen like this?
És amikor nem úgy történnek a dolgok, ahogy mi szeretnénk, akkor tesszük fel azokat a kérdéseket, hogy ez miért történt, így hogyan történt. So how much height the weakness you have, so that you are able to recognize this, no? Oh, it shouldn't have happened, but it happened. Once again, please. How much? How much weakness you recognize, no? Tehát mennyi gyengeséget ismertünk fel önmagunkban, amikor föltesszük ezeket a kérdéseket, hogy nem így kellett volna történni, miért így történt. We are all together, no? In every, the whole world runs according what we do, no? Az egész világ az alapján működik, amit mi emberek teszünk. Or is it just you depend on all others, or you don't yourself? Vagy úgy gondoljuk, hogy ami történik, az a többiektől függ, és nem tőlünk? The judgment is there on everyone, no? Mert mindenkinek a döntéshozatal képessége, mindenki rendelkezik a döntéshozatal képességével. Sometimes everyone wants to do the best thing, but doesn't happen. Néha valaki a legjobbat akarja csinálni, és mégsem sikerül. We come across situation where, oh no, it should happen this way, and then if it's decided by something, you take a vote, no? Many people take vote. Azt mondjuk, hogy valaminek kellene történnie, és abban több ember is benne van, akkor mindenki beleadja a saját szavazatát. But the understanding of the vote and understanding of the action that needs to be right has to be decided. De hogy hogyan szavazok, és milyen cselekedetre van szükség abban a pillanatban, ezt valakinek el kell döntenie. So if I'm the master, then I will decide accurately. Ha mester vagyok, akkor pontosan fog tudni dönteni. So many ways, even I have lot of friends, I have lot of relations, a brother, sister, mother, father, everything happened, but the power comes to use when it's required. Tehát a különböző kapcsolatokban, legyen ez az anya, az apa, vagy éppen a testvére kapcsolatában, a megfelelő erőre van szükség, hogy azt használni tudjuk. The image I keep of everyone, because that image comes in front of me, yeah? And then I will decide to use the power. Fölmerül, tehát amikor döntést hozunk, akkor valamilyen kép felmerül előttünk, és ennek alapján hozzuk meg a döntésünket. So what kind of image do I keep? What kind of things I am holding on to, so that when I want to use that, I just want to make sure I'm using the right thing. Tehát mi az a kép más, ami ott van bennünk, vagy felmerül előttünk, hogy a helyes döntést meg tudjuk hozni. So when we were friends, there were six of us, no? Six of us friends. So we used to play together, we used to eat together, we used to do everything together. Tehát mi hatan voltunk, nagyon jó barátok annak idején, mindent együtt tettünk, együtt játszottunk, együtt ettünk, együtt mentünk ide-oda. And one thing, we were all happy, no? És mindannyian nagyon boldogok voltunk ebben a kapcsolatban. When we looked at each other, we all felt happy. Amikor egymással találkoztunk, akkor nagyon nagy boldogságot éreztünk. There was no complaint, no? Nem volt semmiféle panasz. No complaint. And one day what happened, that because we were working together, all of us, but two of us, we were working on the project, no? Egyébként nem csak barátok voltunk, hanem együtt is dolgoztunk, de ebből a hatból ketten egy bizonyos projekten dolgoztunk. Because something went wrong in the project, both of us were not understanding what went wrong and how we can put it right. És ebben a projektben valami nem igazán sikerült úgy, ahogy szerettük volna, és nem tudtuk ennek az okát. So we had an argument and then we separated. És volt közöttünk egy vita, és ez a vitának az lett az eredménye, hogy elváltunk egymástól. So one time we had everything, and now we separated. Volt, amikor korábban ugye együtt voltunk, barátok voltunk, és emiatt a vita miatt szétvált ez a barátság. So we were separated for 6 years, and then in one of our meeting we came together.
After 6 years. Körülbelül 6 évig tartott ez a szétválás, és aztán 6 év után újból találkoztunk. And first time he saw me, he said, "You haven't changed." És első alkalommal, amikor 6 év után találkoztunk, akkor ez a másik illető, a barát, volt barát, azt mondta, hogy te nem változtál semmit. So he said, "I haven't changed, no?" So what he's been doing is holding on to image he created, and for all 6 years he thinks that I'm still the same. Tehát ez miért lényeges, mert ő ebben a 6 évben azt a képmást őrizte meg rólam, hogy én ilyen vagyok, és ő azt gondolta 6 év után, hogy én semmit nem változtam. And when I saw him after he said to me, I said to him, "Oh, you've changed." Én viszont, amikor láttam, hogy azt mondtam, hogy te sokat, te változtál. I didn't bring out the old thing that he had, no? Old thing he had. I didn't want to bring out. I said, "No, you look different, you've changed." Mert én nem akartam azokat a régi dolgokat a felszínre hozni, és én azt mondtam, hogy nem, te megváltoztál. So, when we come across this sort of situation, I'm the one who are able to see accurately and truthfully, even if the situation not in truth, but I will be able to create that uplifting at that moment. Tehát én képes vagyok, tehát ezzel a erővel, szellemi erővel képes vagyok arra, hogy még akkor is, hogyha az a szituáció az nem teljesen nyilvánítja ki az igazságot, felismerjem azt, hogy mi a szituáció. And so that look at the difference, no? Because you say, "No, you've changed," just a matter of words, no? But awareness that yes, that soul, in order for me to keep on changing, for him, I'm using that word, but that's what change is about. Tehát azért, hogy ez a változás megtörténjen, vagy legalábbis ennek a tudatosságát, vagy kívánságát megőrizve, mondta ő azt, hogy igen, te változtál. So what I'm saying is, we hold on to a lot of negative things, we hold on to a lot of stressful things, we hold on to things that has happened in the past. Tehát amit ezzel szeretne mondani, hogy nagyon sokszor olyan dolgokat őrzünk meg, amik a múltban történtek, és nem voltak hasznosak, esetleg negatív dolgok történtek, és ezeket megőrizzük a tudatosságunkban. So let me come into situation and put the end to past. De nekem kell döntenem, hogy a véget akarok kötni a múltnak. Otherwise the power you have inside you will not be used correctly when we come into contact with the past. Mert hogyha nem tesszük meg ezt a döntést, tehát nem állítjuk meg a múltat, akkor mindig feljönnek a múltnak a So when I said to him, "Oh, you've changed, na?" Because I wasn't remembering the past. Tehát én amikor azt mondtam neki, hogy nem, te változtál, akkor ezt azért mondtam, mert én nem emlékeztem a múltra, hogy mi történt akkorra, 6 évvel ezelőtt. But when he saw me, he was holding on to the past. De amikor ő találkozott velem, ő viszont még mindig a múltban volt. So our power within our intellect doesn't function when we are not able to the right way. Amikor nem helyesen hozzuk meg a döntéseinket, az azt jelenti, hogy az intellektusunk az nem működik jól. Because within my intellect I have this power, no? Ugye az intellektusban van ez a döntéshozó erő. The mind has a lot of power. A tudat is nagyon sok erővel rendelkezik. When I'm able to see them accurately, then I'm able to use the power accurately. Ha képes vagyok ezeket az erőket pontosan látni, akkor vagyok képes használni is őket, azokat. Just as we have so many thoughts, but I don't pay attention to thoughts, no? Ugyanúgy, hogy nagyon sok gondolatunk van, és azokra nem figyelünk. All the energy of the mind, I'm able to use it accurately, positively, if I pay attention to the thoughts. Hasonlóképpen a gondolat, vagy a tudatnak az energiáit akkor vagyunk képesek használni jól, hogyha figyelünk arra, felismerjük és figyelünk rájuk. So, the power within myself, I'm able to use it.
when it's needed, na? Tehát ezzel a képességgel vagyunk, tudjuk az erőinket, a belső erőinket jól használni. I won't become unhappy, I won't become discontent, na? I won't create many other things if I'm using it right. Tehát, hogyha helyesen használjuk ezeket ezt a szellemi erőt, akkor nem válunk boldogtalanná, nem leszünk elégedetlenek. And many times we are able to see situation and what happens, but because I'm not able to use the power, and other power we always say, na, willpower, for example, will, na, I want to use the willpower to overcome things. Tehát például van az akaraterő. Azt mondjuk, hogy az akaraterőnket akarjuk használni ahhoz, hogy egy bizonyos helyzeten túljussunk. So willpower comes after I have learned to control the power, the controlling power and the ruling power and the willpower. Tehát de ahhoz, hogy legyen akaraterőnk, kell először is az ellenőrző erő és az uralkodó vagy az irányító erő, ahhoz, hogy tudjuk használni az akaraterőnket. So how do I create this power within myself? De hogyan tudom megteremteni ezt az erőt önmagamban? Or are you all powerful? Vagy úgy gondolja itt mindenki, hogy erőteljes, megvan ez a szellemi ereje? Yes, you are all powerful. Itt mindenki erőteljes? Or you have power, but not full power. Vagy igen, rendelkezünk erővel, de nem teljes erővel. You have power, but not full power. Tehát erő van, de nem teljes erő. So when situation comes, are you able to use just the power, or you need full power? Ha egy szituáció felmerül, akkor csak valamilyen erőre szükségünk van, vagy teljesen erőteljesnek kell lennünk. Or sometimes you're thinking, I don't know what to do if something happens, no? Vagy néha úgy gondolkodunk, hogy hát nem tudom, mi történik itt most, amikor éppen valami történik. Do you create those questions or no? Fölteszünk ilyen kérdéseknek magunknak? Does it need to create those questions? Sorry? Do you need to create those questions, no? Oh, I don't know what to do when it happens or what this thing. Mert hogyha nem tudjuk, hogy mi történik, akkor csak föltesszük ezt a kérdést, hogy most nem tudjuk, hogy mi van. When we are able to look at the situation before it's happening, na? Tehát mennyire vagyunk képesek látni a helyzetet, mielőtt gyakorlati módon valami megtörténik. When you're actually in that situation, then it's a different scenario. But before you think, it's a different thing, no? So if something's going to happen next week, what are you going to do now, for example? Tehát például, hogyha tudjuk, hogy majd jövő héten valami fog történni, akkor most a jelenben, ebben a pillanatban mit teszünk azért a dologért, ami történni fog a jövőben? Nothing. Tehát valaki így azt mondta, hogy semmit. So when you come in that situation, nothing will happen? És akkor semmi nem fog történni, akkor amikor majd abba a szituációba kerülsz? És akkor semmi nem fog történni? But we do. Előre minek költői? She doesn't want to bother about things in advance. Don't look forward to those things anyway. Tehát oké, nem várod azokat a dolgokat, hogy megtörténjenek. Even in situation you always hope, na? Hope, for example, no? Oh, hope it will be better, hope it will be good. De mondjuk például remélhetjük, hogy jobb lesz. We prepare ourselves. Prepare the self. Na? It's good because even to use your power, you have to have practice. Tehát ahhoz, hogy használjuk az erőinket, gyakorolnunk kell. Tehát ez a önmagunk felkészítés egy nagyon jó dolog. Because of the practice, the power that generated that time of use will be very useful if you have practice. Tehát, hogyha van gyakorlat, akkor a felhalmozott erőt, szellemi erőt, azt tudjuk használni abban az adott pillanatban. We are so much surrounded by atmosphere, na? Minket körbevesz mindig valamilyen atmoszféra. Here you will find different atmosphere, na? Itt például egy másfajta atmoszférát
tapasztalunk. When you go to home, you will have your own atmosphere, no? Ha hazamegyünk, ott is egyfajta atmoszféra van. When I went to Spain, I went to this village, no? And there was a very old church there, very old church. Amikor Spanyolországban volt nem oly rég, akkor elment egy helyre, ahol volt egy nagyon-nagyon régi templom. Not bigger than this, no? But I walked inside. Nem volt nagyobb, mint ez a szoba, gondolom. Everything was so silent. De ahogy beléptem abba a templomba, minden nagyon csendes volt. There was nothing in the church, no? Except the cross and that, no? And so I went there and I sat for 5-8 minutes. Nem volt a templomba semmiféle dekoráció, csak egy kereszt. És ott ültem körülbelül 6-8 percen keresztül. The first experience was the silence, no? Az első tapasztalatom a nagy csend volt. Very quiet, everything's that. Where did that silence come from? De honnan jött ez a csend? You say you create atmosphere in your home, no? What do you do? Ugye azt mondjuk, hogy mindannyian megteremtjük az atmoszférát, mondjuk a saját otthonunkban. Mit teszünk, amikor egy atmoszférát teremtünk? Many places are like social activity, no? In England, they used to have a lot of pub, no? What you call pub? Pub, yeah. The same. Pub, same, yeah? When people just go and cheat and chat and they just enjoy the company and talking. Tehát ugye Angliában tudjuk, hogy nagyon sok pub vagy kocsma van, ahol az emberek elmennek, beszélgetnek, iszogatnak. You can feel the atmosphere. You're in that atmosphere, no? És akkor érezzük azt az atmoszférát, amikor belépünk arra a helyre. But in order to be affected by the atmosphere, you will not have the power within you to make the judgment. De amikor egy atmoszféra befolyása alá kerülünk, ez azért tud megtörténni, mert nincs meg az erő, hogy meghozzuk a helyes döntést, a helyes ítéletet. Because I used to use meditation or power of silence for many years, so when I go into that place, I can feel it. De mivel én már egy jó ideje akkor foglalkoztam már meditációval, ugye a csenddel, ezért éreztem annak az atmoszférának ezt a hatását, a csendet. You can feel it, no? You can also feel your own atmosphere when you walk in. If something is wrong or not right, you will feel it. Hogyha például belépünk a saját helyünkre, és valami nem úgy történik, ahogy szokott, akkor ezt érezzük, amikor belépünk abba az atmoszférába. So although we think we are preparing, yes, the preparation is not from externally, but is from internally. Tehát ezért a felkészülés, amit elhangzott, az nem külsőleg történik, hanem belsőleg. Because sometimes externally we are not able to change things. Mert néha a külső dolgokat nem tudjuk megváltoztatni. But I will be able to change myself internally. De ugyanakkor meg tudjuk a belső énünket változtatni. And it is this change that will make me stable. És ez a változás az, ami megadja aztán a stabilitást. And my stability is the help not just for me, but atmosphere around me. És ez a stabilitás nem csak engem segít, hanem a környezetemben lévőket is. Because atmosphere is created differently when things are not happening right. Az atmoszféra az különböző módon teremtődik, amikor a dolgok nem úgy mennek, ahogy szeretnénk. But I'm able to see my own, within myself, the atmosphere within myself and also how stable it can be created. De ugyanakkor ezzel az erővel látom azt, hogy nekem mit kell tennem, és milyen stabilitást kell teremtenem abban az atmoszférában. So power of silence can act very much in the power. Ezért ennek az erőnek a megteremtésében a csend erejének nagyon nagy jelentősége van. And that power of silence allows me to see things accurately in a way that when the power I need to use, it will come out from that power. Ezért a csend ereje arra lényeges, vagy arra szükséges, hogy a megfelelő erőt a felszínre tudjam hozni, amire abban az adott szituációban szükség van. So original power within the soul is the power of silence. Ezért az elsődleges, vagy az eredeti erő a lélekben a csend ereje. Because I've been affected so much externally, I don't have that power of silence inside me to use it.
De mivel annyi minden hatás ért már minket, ezért nem rendelkezünk ennek az erőnek a csenderejével önmagunkban. We create, you all said, no? We create so many thoughts, no? Mi nagyon sok gondolatot teremtünk. What are the thoughts within the power of silence, for example? De milyen gondolat van a csenderejében? Mi az a gondolat, ami ott van a csenderejében? Are you at peace? Are you at silence when the thoughts come? Or it doesn't matter? Mi akkor a béke állapotában vagyunk, a csend állapotában vagyunk, vagy nem számít, hogy milyen gondolataink vannak? The power we have within us reflects very much externally through me. Az az erő, ami ott van bennünk, az nagyon nagy mértékben megmutatkozik rajtunk keresztül. If I'm doing something wrong, then other people see it, no? Ha valami rossz dolgot teszek, azt mások látni fogják. Because they don't have the power to see what am I doing or what the reason why I'm doing it, no? Mert másoknak nincs erejük ahhoz, hogy lássák, hogy én miért teszem úgy a dolgokat, ahogy teszem. But in no situation, if I need someone else is doing wrong, I won't go that way, no? De hogyha rendelkezem ezzel az erővel, tehát a csend erejével, vagy a szellemi erővel, akkor ha mások valami rossz dolgot tesznek, akkor nem megyek abba az irányba, hogy az alapján ítéljön meg a másikat. You are aware of the situation, but the blame is not put on. Tudatában vagyunk a szituációnak, annak, ami történik, de nem hibáztatunk. Because we can realize and recognize, no? How the situation begins and how the situation unfolds and how the situation finishes. Mert felismerjük a szituációnak a múltját, a jelenét és a jövőjét, hogy hogyan fog majd kibontakozni és megoldódni ez a helyzet. So my thoughts are very powerful in that way because the power of silence keep the balance of all my thoughts. A csend ereje az, ami képessé tesz arra, hogy az összes szellemi erő az egyensúlyban legyen. So out of so many thoughts we create, no? But most of the energy used is something that I don't need, no? Tehát ezért, amiről előbb is beszélt már, hogy nagyon sok energiát használunk, és szellemi erőt, vagy energiát, amire igazán nincsen szükség. So, this is where my effort comes in, no? És itt lép be az erőfeszítésnek a jelentősége. And I'm able to create this effort in such a way that at the time of need I will have this. És ez az erőfeszítés teszi aztán tesz képessé arra, hogy a szükség idején a megfelelő erőt használjam. So how much do you practice power of silence? Ki mennyire gyakorolja, használja a csend erejét. No? What? There's so much benefit in this. Nem, nem. So tehát much... ebben nagyon nagy a haszon a csend erejében. I practice it every day. Every day? Yes. 1 minute, 2 minute? És mennyit valakit? Almost 1 hour. 1 hour? Half an hour. The twice. Power of silence. Half an hour. No? Twice, half an hour. Yes? Tehát, Two times. Okay, 2 times. No? All I'm trying to assess is that the power that within us, no? Like for example, it's a place, you know, where we learn to create this. So within ourselves I do creation, but around me that also affects. So that both are taking place at the same time. Tehát mindaz, amit megteremtek önmagamban, az befolyásolja a környezetet is, mindazt, ami körülöttem van. Ezért ez a teremtés két oldalon történik bennem és kívül is. Because sometimes we say, no, I want to be in solitude, no? Néha azt mondjuk, hogy én magányba szeretnék lenni. Solid means looking into oneself, no? But the atmosphere you want to be is quiet and nice, no? És ilyenkor szeretnénk, hogyha az atmoszféra csendes lenne. Sometimes we do come across where there are a lot of different atmosphere, no? But my own stability will not see those atmosphere
I will see my own self, the atmosphere, inside. Tehát amikor különböző atmoszférákkal találkozunk, amikor megvan ez a stabilitás, akkor nem foglalkozunk azzal, hanem megteremtjük a saját belső atmoszféránkat. Because our power of mind works in such a way that whenever I need to do something, if I'm able to have this, then I can overcome it. Mert a tudat ereje tesz képessé arra, hogy felül emelkedjünk azokon a helyzeteken. It's when we sometimes call it powerful thought, no? És ekkor mondjuk azt, hogy nagyon erőteljes gondolatunk If volt. If you want to do something, you will create that powerful thought, no? Valamit meg akarunk tenni, és megteremtjük hozzá az erőteljes gondolatot. And that powerful thought will work with you. És ez az erőteljes gondolat fog minket a cselekvésre késztetni. You know, it's like in our family in UK and London. I have a lot of friends, they have fun. So if someone is ill in the family, they got to have that good wishes. Through the powerful thought, no? We'll say, no, he will be okay. He will pull through. All these things that we see, which are we are not able to do anything, but our thought does the work, our vibration does the work. Tehát például Angliában, ahol ugye él, ha családban valaki beteg, lehet, hogy fizikálisan nem tudunk segíteni azon a betegségen, de a gondolattal, az erőteljes gondolatokkal tudunk segíteni, hogy az illető az túljusson azon a betegségen. Don't think that your thought is not important. No? Ezért ne gondoljuk azt, hogy a gondolataink nincs jelentőség, vagy nem fontosak. No. Important, they are important, no? Nagyon fontosak a gondolatok. Because the vibrations and the atmosphere that's created, no? That is what build up with everything. Mert az atmoszféra, a vibráció az, ami mindent meghatároz. Because even outside externally, when things are not, like when the flood comes or some other place, everyone helps differently. Amikor például valami történik fizikálisan, mondjuk egy nagy árvíz van, akkor mindenki a maga módján próbál segíteni az adott helyzetben. So I become strong in this way, so that I'm able to help internally with my thoughts and vibrations, so that I can, the situation I'm able to see will be resolved. Will be helped in such a way. Tehát én belülről, hogyha máshogy nem, tehát fizikálisan nem, akkor belülről a gondolataimmal próbálok segíteni, hogy megoldódjon az a helyzet, a vibráció valami a gondolat által teremtődik. So, keep generating that energy through your mind all the time. Ezért folyamatosan generáljuk ezt az energiát a tudaton keresztül. When you want to achieve something, that energy is there. Mert ha valamit el akarunk érni, ott van az energia hozzá. Your energy of thoughts are there. Mert ott van a gondolatnak az energiája, az ereje. And when you put those into practice, you see the result of being successful. És amikor ezt a gyakorlatba tesszük, akkor látjuk, hogy ez hogyan működik, hogyan tud ez sikeressé válni. So we do many things with the physical body, but we also do many things more with the through the mind, our mind, the energy. Ugyanúgy, ahogy nagyon sok dolgot teszünk a fizikai testen keresztül, nagyon sok dolgot teszünk a tudaton keresztül. So are you using your power of mind or no? Tehát, hogy gondoljátok, használjátok a tudat erejét, vagy nem? Hogyan látja, vagy csak néha használjuk a tudat erejét? I can put a test on all of you. Akkor most mindenkit le fog tesztelni, és megnézzük. Will you pass? Át fogunk menni ezen a vizsgán, hogyha most ő letesztelne. Yes or no? Yeah. Hey? Let's see. Let's see? But let's see means question mark, no? De amikor azt mondjuk, hogy na, hát meglátjuk, akkor egyfajta kérdőjel van ebben, mert mi se tudjuk, hogy most hogyan lesz a dolog. Physical body is one thing, no? Fizikai test egy dolog. We see through eyes, we hear through ears, we spoke, we speak, we do a lot of actions with feet, hands, many things, no? A fizikai testtel keresztül teszünk nagyon sok dolgot, beszélünk, hallunk, eszünk.
But it's a physical thing, not physical. Mind csak fizikai dolgok. Yeah, but you're the one. What? Who is using this energy, physical energy? De ki az, aki használja a fizikait? It's the power of the soul that uses all the physical aspect of the body. De a lélek az, ki az, aki használja a testet, a test energiáját, a lélek. But everyone practices in different way, no? The spiritual energy, the energy of the mind, they use it in a different way. Mindenki másképp használja a tudatnak a szellemi energiáját. Some become successful, some might not become successful, some might be little bit, no? Néhányan nagyon sikeresek ebben, van, aki egyáltalán nem sikeres, van, aki pedig egy kicsit sikeres. So I'll say one experience I had with the use of the power of mind. Én mesélnem most egy saját személyes tapasztalatot a tudat erejének használatával kapcsolatban. So I was playing with children in the park, no? And then the football, no? Football. So there were three of us, no? We all went for one ball, right? But we all collided together. And we fell. Tehát ez egy gyerekekkel történt, a parkba játszott a focisztánk, és mindannyian futottak a labda után, és elestek, elbotlottak. And so my ligament was damaged, no? This ligament here was damaged, no? So I had a plaster for 2.5 weeks. És megsérült a, azt hiszem, hogy a, talán a inszallag, és be kellett gipszelni a lábát, körülbelül 2.5 hétre be lett gipszelve. So I was in a rest piece like this, no? For 2 weeks, és 2.5 weeks. 2.5 héten keresztül feltett lábbal pihent. I didn't think much. I said, no, I'm resting. És nem tudott sok mindent csinálni, azt mondta, hogy jó, akkor most so pihenek. Then my physiology doctor told me you should go in the park and walk. És aztán mondta az orvos, hogy most föl kéne kelnie, el kéne menni a parkba, sétálnia kellene. So this was, I went to the park and used to walk and see if I can walk or how much I can walk. Tehát elmentem a parkba, megnéztem, hogy tudok egyáltalán sétálni, mennyire tudok, mennyi ideig tudok sétálni. But there was something more important coming to me. De még ennél is fontosabb dolog történt. What do I do and how do I do? I wasn't aware. Nem az volt a lényeg, hogy most mit csinálok, meg hogyan csinálom. So, I was supposed to, we had one project going, no? And I said, how can I help in this project? És éppen ebben az időszakban folyt egy projekt, és megkérdeztem, hogy hogyan tudok ebben a projektben segíteni. Because we a charity organization and I've been with charity organization for many years, so I wasn't going to work to earn money anything, but I was helping in every way. So I said I couldn't help with money, no? És miután ez egy jótékony szervezet, amiről szó van, és ő nagyon régóta dolgozik ennek a szervezetnek, és nem pénzért, ezért nem a pénzzel való segítés volt a kérdés. And I thought about it, now, how can I help in different way? De azon gondolkozott, hogyan tudna abban a adott projektben segíteni. But nothing came right, no? De semmi nem jutott eszébe, hogy mit tehetne. Then one thing did come. De aztán valami felmerült. There was this marathon coming. Marathon? Marathon, yes. 42 yeah. Kilometer marathon. Maraton futás volt éppen akkor valahol. And I had this thought, no? Can I finish the marathon? Can I do the marathon? Vagy vajon én meg tudom-e csinálni a maratont? Ez a gondolat merült fel benne. I didn't have any practice, I don't know anything about marathon, I didn't even know it was so long. Tehát abszolút nem tudott semmit a maratonról, nem volt felkészülve, meg azt sem tudott, hogy ilyen hosszú a maraton. No one saw me running. Senki nem látta korábban ott futni. And I said to them, I'm going to do the marathon. És mondtam, hogy hát én pedig megcsinálom a maraton. They all laughed. Mindenki csak nevetett rajtam. And they didn't know what I was saying. És nem értették, hogy miről beszélek. And so
When I found out that you need the running shoes, no? És aztán ugye hát kiderült, hogy ehhez azért kéne egy futócipő. Because I did not, although I heard a lot of things about other event, but not the marathon. Bár más sporteseményekről azért sok mindent tudtam, de erről a maratonról nem nagyon. So when doctor told me you should practice walking, and he told me you should practice in this way, so your legs are good. Ugye az orvos azt mondta, hogy gyakoroljam a sétát, hogy az lábam újból jó legyen. So here I am thinking of doing the marathon. És itt vagyok én a parkban, aki azon gondolkodik, hogy majd a maratont lefutom. But I had that powerful thought. De itt volt benne, ott volt bennem az erőteljes gondolat. Because I have told you before, our thought does the miracle. Mert hogy mondtam, a gondolat képes csodákra. Our thought has the power. A gondolatnak ott van ez az ereje. So, Daddy Janki, one of our senior head, she was in London, na? Akkor Daddy Janki, aki egyébként a szellemi iskolának, egyetemnek a adminisztratív vezetője, éppen Londonban volt. And she always give evening classes like this, na? Evening classes like this. És általában ő esténként órát szokott tartani, hogy most is például. So if I'm not in that class, she will pull my ear. És hogyha nem mentem az órára, akkor mindig meghúzta a fülemet. She asked me, where are you? Where were you? És megkérdezte, hogy hol voltál? I couldn't tell her. I'm in the park, no? Nem mondhatom azt, hogy én a parkban voltam. No. So after she finishes the class, then I think about, no? Which is at 8:30, 9 o'clock, no? I said, I got to try something to finish the marathon. És mondtam neki, hogy ugye az óra 8:30 körül véget ért, hogy én nekem hát kísérleteznem, vagy próbálkoznom kellett, meg akarom csinálni a maratont. So after that, when I go and do something in the park, no one knows me, what am I doing. So they never saw me doing running or anything. Tehát soha senki nem látta egyébként, hogy én futnék, vagy bármi ilyesmit a maratonért. So I said, no, let me keep powerful thought in me. I said, let me go and at least try something. Huh? So I went round the park, and it's 1 mile round the park, 1 mile. Huh? So I could finish 1 mile. És úgy gondolta, hogy hát ezért csak meg kéne próbálni. Ez a park körül, ez a terület, ez körülbelül egy mérföld, de hát nem igazán tudta lefutni ezt az egy mérföldet. And then I had this thought, no? I said, what can I do to help with this project, no? De még mindig ugye azon a gondolatban volt, hogy mit tehetne, hogy az a bizonyos projektben segítsen. And so this marathon was a big thing. És hát ez a maraton, ez egy nagy dolog volt akkor. Because I didn't know anything, I didn't know what to wear, running shoes, I didn't know nothing. De hát én nem tudtam semmit erről a maratonról. But people said you have to practice. De az emberek azt mondták, hogy ehhez gyakorolni kell. So, even if I can't do 1 mile, then how am I going to do 26 miles? Hogyha nem tudok egy mérföldet lefutni, akkor ugyan már hogyan fogok lefutni 26 mérföldet? So, your power of thought, the power of your... De hát az erő, ami ott van bennünk, a gondolatnak az ereje, a jogának az ereje. Will it take me through this situation or no? Képes vajon arra, hogy ebben a helyzetben tovább vigyen, vagy nem? So then every after within 1 week, I used to go in the park and try to do 1 mile. Na? Then I said, oh no, 1 mile is not enough. Na? I can do 2 miles. Things like this. Tehát és aztán ugye egy hét után elkezdte, akkor egy mérföld. Na, egy mérföld nem lesz elég, akkor 2 mérföld. I never practiced 26 miles. De soha korábban ő nem csinált 26 mérföldet. Maximum I did was 10 miles. 26 mérföldet soha nem futott. Talán so one thing came up, no? One thing came up in this marathon was, people can sponsor you. És felmerült az a gondolat, hogy a maratonban általában a versenyzőket így a szponzorálják. And they said, every 1 mile I will give you some money. Every 1 mile. So someone gave me £1 a mile. Someone said I can give you £5 a mile. So I have to finish the marathon.
Tehát, hogy a szponzorás azt jelenti, hogy ha lefutsz egy mérföldet, akkor ennyivel szponzorálunk, ha még többet, akkor ennyivel és ennyivel és ennyivel. And so I went in front of everyone and I said, I'm going to do the marathon, you can sponsor me. És akkor kiálltam a színpadra, és azt mondtam, hogy én meg fogom csinálni a maratont, és szponzoráljatok engem ebben. They all laughed. Mindenki nevetett rajtam. Because they never saw me running. Mert soha nem látták, hogy én they futottam. They thought that you would never finish the marathon. És biztosak voltak abban, soha nem fogom befejezni a maratont. They said you won't be able to make it. Hogy mondták, hogy nem, ezt biztosan nem fogod tudni megcsinálni. So I said, I made a list, no? On the, I said name and whatever you want to sponsor me, you can put it down. És mondtam, csináltam egy táblázatot, hogy írja fel az illető a nevét, és hogy amennyivel szponzorálni akar, azt írja oda is a feltételét a szponzorációnak. So first day, no one came. Először senki nem jött. Second day, no one came. Második nap se jött senki. Third day, few came. Harmadik nap azért már jöttek. Put their name and sponsor, no? És fölírták a nevüket, és azt, hogy mennyivel szponzorálnának. And then one week after, many came, other people came. És egy hét elteltével még több ember jött. And then it went like this, no? And then everything was like, you know, paper were full, everything was sponsoring me. The only reason they sponsored me, because they said I would never finish. Tehát az oka, amiért szponzoráltak engem, azért történt, mert tudta, mert azt gondoltak, hogy úgysem fogom megcsinálni. Hát, ugye nincsen szponzoráció. So whatever I practiced, that was the practice through the thought, through the power. Power of thought, that's what I did. Tehát amit én tettem, hogy használtam a gondolati erőt. So, when the marathon day came, tehát eljött a maraton napja. What will I do? És mit tettem én? So I went to start place. I went there, starting oda place. Oda mentem, ugye, ahol elkezdődött a maratonfutás. And there were so many runners. És nagyon sok futó volt. Yeah, so many, all different age, everything, everyone there. I was there. Különböző korú futók voltak én, és ott voltam közöttük. So I said to myself, if they all can finish, why I can't finish? És azt mondtam, hogy ha ők be tudják fejezni, én miért ne tudnám befejezni a maratont. So the thought was there, no? A gondolat ott volt. So I was with other runners and it was okay, no? So we started the race, I started the race, no? És elkezdtem a versenyt a többi futóval együtt. With all others, no? Az összes többi futóval. So 1 mile, you know, when you finish 1 mile, they have say, no, 1 mile finish. Ez úgy van ott Londonban, hogy amikor az ember lefut egy mérföldet a maratonból, Jézus a mérföld, akkor kiírják, hogy egy mérföldnek már vége. So I look at that mile and I say, wow, I've done 1 mile now. És akkor mondtam, hogy hú, hát egy mérföldet már letudtam. And then after comes a second mile. Második mérföld is elment. So people who were with me, either they in front or I'm back. Tehát vagy erről voltam, vagy mögöttük voltok az emberek mögött. They were very old woman running. Tehát például volt egy idősebb, vagy nagyon idős hölgy is, aki futott. But I was young. De én fiatal voltam. She overtook me. És leelőzött engem. I said, how can that be possible? És mondtam, hogyan lehet ez lehetséges, hogy leelőz. So for a little while, I also ran fast, no? Tehát egy ideig én is begyorsítottam, és gyorsan futottam. But then I was tired. Aztán elfáradtam. She overtook me. Megint leelőzött. So many different runners were there. És különböző futók futottak mellettem. But one thing was with me, I have to finish it. De egy dologot volt bennem, nekem ezt végig. So 3 miles went, no? Harmadik mérföld is lement. 4 miles went. A negyedik is lement. And I used to say, oh, I passed 4 miles, no? És mondtam magam, hogy 4 mérföldet lefutottam. But there's so many remaining. De még ugye hátra volt 22. And I thought that as I passed the miles, no, it was taking longer each mile. És ahogy futottam a mérföldeket, ugye egyre messzebb kerültem, már olyan értelem, hogy egyre több mérföldet letudtam.
So then I reach 10 miles, no? És már 10. mérföldnél tartottam. And they said, my friend used told me, if you pass 18 miles, 18, it's like a block wall, no? Mm-hmm. If you fail there, you won't make it. És a 18. mérföld az egy ilyen döntő mérföld, hogyha azt az ember túléli, vagy addig eljut, és azt tovább megy, akkor biztos meg tudja csinálni a 26 mérföldet. So my body was tired. A testem ugyan fáradt volt. And, but I was using legs, my arms, but I had the spiritual power in my thought. De függetlenül, hogy használtam a lábamat meg a kezeimet, de ott volt bennem a szellemi erő, a gondolataimnak az ereje. So after 12 miles, the picture, I have the picture in front of me. A 12. mérföld után ott volt előttem a kép. And that picture was the sponsor money. És ez pedig a szponzorált pénz volt. I said, people have sponsored me, I have to finish. Tehát az emberek szponzoráltak engem, tehát nekem be kell fejeznem ezt a versenyt. And so I finished 15 miles. I was 15 miles. A 15. mérföldnél tartottam. And body was really weak now. A testem már nagyon gyenge volt. And I see many people passing me. És láttam, hogy emberek elmennek mellettem, futók, a többi futó elmegy mellettem. And then a picture came again, no? Megint csak fölmerül bennem a kép. Sponsor. A szponzorált, a szponzoráció. But that was my thought in that way. Az volt a gondolatom, no? Hogy a szponzoráció. Yeah. So at the end, I was able to finish 20 miles, no? 20 miles. Képes voltam befejezni 20 mérföldet. And last 16 miles were hardest. A utolsó 6 mérföld az nagyon kemény volt. Because before it my 1 mile might have taken 10 minutes, now 1 mile was taking 15 minutes, 18 minutes. Igen, mert hogy az előző mérföldeket gyorsan lefutottam, de a következő, azt a 6 mérföldet, azt nagyon-nagyon lassan futotta le. And so, then now I had about 2 miles left, no? Körülbelül 2 mérföld volt hátra. When you finish the your marathon in London, is opposite Buckingham Palace. És a maraton futás, legalábbis Londonban, annak a vége a Buckingham Palotával szemben van. One thing in this marathon was, from starting to finish, everyone standing on the side. És ezen a maratoni futáson végig, ahogy futottunk, az emberek ott álltak. And everyone wants everyone to do so. És mindenki azt akarta, hogy aki fut, az győzzön, ahogy lefussa a maratont. So many people had, we all had numbers, no? Mindenkinek ugye volt valamilyen száma. But they all had their name on it. És mindenkinek volt egy neve is, ugye a név és a szám. So I didn't have my name on it. So everyone says, come on, you can finish, no? But me, I have no name. De rajtam nem volt rajtam a nevem, és nem tudták azt mondani, hogy so when you, a nevét, csak mondták, hogy menjél, hajrá. So when we come into the finishing, everyone was standing and clapping, no? A végső, az utolsó körnél mindenki tapsolt. So I felt that, oh, I'm finishing now, everyone is clapping for me. És úgy éreztem, hogy mindenki nekem tapsol, hogy én befejezzem. Then the image came very clear. És aztán a kép más, a kép, ami felmerült előttem, az nagyon világos volt. And so I finished the marathon. Tehát befejeztem a maratont, lefutottam a maratont. And it took me 5 hours. 5 óra alatt. 5 hours. It took me 5 hours to finish the marathon. 5 óra alatt futottam le a maratont. But I couldn't finish with, if I didn't have the spiritual, the thought, the energy of being, the power, then I wouldn't have made it. De ha nem lett volna ez a szellemi erő, a gondolataimnak az ereje, akkor nem lettem volna rá képes. And so afterwards, now I finished the marathon, everyone is surprised. És most, hogy befejeztem a maraton, mindenki nagyon elcsodálkozott. And now all the sponsors they have to give me. És az összes sponsornak oda kell adni a szponzorációs díjat. One of the friend came to me because he sponsored me, no? He said, I only sponsored you because I thought you would finish. Az egyik barát odajött hozzá, és azt mondta, hogy én csak azért szponzoráltalak, mert biztos voltam benne, hogy nem fogod lefutni But everyone came and I had the money
And then I gave money for the project. Tehát megkaptam ezt a nagy összeget, a szponzorációs díjat, és én ezt a szponzorációs díjat átadtam aztán ennek a projektnek, ami éppen folyt. And there was this is when I mentioned you about the willpower, no? So this was the will to finish. Tehát hogy ezt miért mondta el, ez akaraterőről akarta ezt a példát elmondani, mert ehhez az akaraterő kellett, hogy ezt le tudja will to accomplish. Hogy valamit véghez vigyünk, ahhoz akaraterő kell. In our life we have many things to accomplish, no? Az életünkben is nagyon sok dolog van, amit be akarunk fejezni, meg akarunk valósítani. But things become easier if I'm able to use the power at the time and right way. De akkor lesz valami könnyű, hogyha az erőt a megfelelő időben használjuk. So I can put your name for marathon? Mindenkit benevezhet egy maratonfutásra. Because you all said you are all powerful. Mert ti azt mondtátok mindannyian, hogy erőteljesek vagytok. So the sweetness is there, everything is so there. So the sister would like to ask something. Oh, actually there's going to be half marathon this Sunday, so maybe we can sign you to go. Many things. This was my first, the concept of being powerful in which way, no? Mm-hmm. Because sometimes we don't think that way. But it is, you have the power inside, you have to learn to use it. Tehát ott van az erő bennünk, ő ezt a példát azért akart elmondani, hogy az erő az ott van bennünk, de ezt nekünk használnunk kell. I met so many different people in marathon, no? And they all gave me different experience, no? But as you said, like six half marathon, then now for charity and for cancer or heart or everything, they all walk for 3 miles or 3 kilometers, 5 kilometers, they do many things now. Tehát mostanságban vannak különböző maratonfutások, és lehet úgy is, hogy valaki csak pár mérföldet teljesít, valamilyen cél érdekében. Tehát most az Angliában is egy divatos dolog. Tehát itt is van ilyen az életmenete, meg ilyenek. Tehát az nem futás volt? Az életmenete. Akkor a másik, valamilyen rákos, valami volt, ami... Együtt teszik, együtt honnan. De volt valami maratoni most. Van esetleg kérdés? Mindenki boldog és elégedett. The power within you. Az erő ott van bennünk, az erő bennünk van. So many things you can develop this power inside you, but learn the art of it, no? Learn the art of it. When you can have time, being in silence, being in solitude, no? Think about your thoughts, think about the energy you create, that will create a lot of effect. Használjuk ezt az erőt, és használjuk ehhez a csend erejét, a magánynak az erejét, tudjunk ezzel kísérletezni, ezt gyakoroljuk. De hogy lehet ezt az erőt fokozni? But how can you make this power stronger? It will need practice. Gyakorlattal. Any techniques we develop, we always need practice in a way, no? Tehát minden technikában a gyakorlat nagyon fontos. Just look at we are all drivers of the car, but we need lessons to practice. Tehát például aki például autót vezet, ugye megtanultuk az autóvezetést, és utána gyakorlásra volt szükség. And it is this practice that makes safety for you when you're driving, no? És a gyakorlás teszi biztonságossá számukra a vezetést. So there are many things that, as she said, now how can I develop this power, no? But that development will take place when I pay attention to other things which comes in
in developing that power. Tehát ez attól fog majd fejlődni vagy erősödni, hogy figyelünk a különböző helyzetekre, amikor ez erre az erőre szükség van. You see, it is not just one power, there are many powers, no? Like power of cooperation. Tehát ebben a szellemi erő az nem csak egyfajta, power az nagyon sokfajta szellemi erő, az szembenézés ereje, az együttműködés ereje, a tisztaság ereje, power of control, az ellenőrző erő. Many, many powers, no? Tehát nagyon-nagyon sok erő van ebben. But you have to develop in the which way and how. De nekünk kell ezt fejlesztenünk, ahogy tudjuk a. But most of the time when we learn to remove the weakness in you, then it will become the power becomes more stable inside you. Annál minden jobban el tudjuk a gyengeségeinket távolítani önmagunkból, annál erőteljesebbé válik a szellemi erő, annál jobban felszínre jön, dominánsabb lesz. So you will all become powerful. Mindannyian erőteljessé fogtok válni, ne